Üdvözlöm Önöket! A Heti TV Erzsébetvárosi magazinját látják, ebben az évben az utolsót. A kerület bérlakás programjának végeredményeként átadták az első felújított lakást. Tulajdonképpen, ami engem eléggé megviselt, meg a ismerősöket a különböző házakban, ugye, hogy mindig azt éreztük, hogy nem vagyunk igazán ember számba véve. Nem volt igazán tájékoztatás, szóval, és kicsit idegileg is kivagyok. 2003-ban kezdődött egy projekt a három házra, 25, Király utca 25, 27, 29, aminek 2008-ban lett vége, sajnos nem úgy, ahogy mi szerettük volna, és 2018-ban megjelent két ügyvéd, és hogy ki kell lakoltatni a házat, ki kell üríteni ezt a három házat. És akkor elkezdődött a dolog, nem történt semmi, egészen január-február elején kaptunk valahogy az önkormányzattól egy értesítést, hogy ez van, nem tudom, kik döntöttek így. Ezt a lakást most egy olyan családnak adhatjuk át, amely korábban egy másik Király utcai lakásban élt, de azt a házat az előző önkormányzat kiürítésre ítélte, anélkül, hogy bármit is tett volna annak érdekében, hogy azonnal új lakáshoz jussanak az ott élő emberek. Egy olyan Király utcai lakásban állunk, amelyet az önkormányzat az elmúlt hónapok során nagy munkával felújított. Ez a lakás a felújítás előtt egy romhalmaz volt, semmi nem volt benne, teljes gépészeti, villanyvezetékek cseréje, tehát minden alapvető munkát el kellett végezni a falaknak az átépítésén kívül. Én azt gondolom, hogy ez a lakás nagyon jó bizonyíték annak, hogy a mostani önkormányzat felelős, gazdaságilag is, és szociális szempontból is felelős lakáspolitikát folytat. Mi egy nagyszerűen felszerelt, európai színvonalú lakást adunk át. És akkor most itt vagyunk egy nagyon szép lakásban, ami nagyon szuper, és sokkal jobb lesz, én nagyon remélem, mint odát a 29-ben. Azt gondolom, sőt tudom, hogy a következőkben további önkormányzati lakásokat fogunk átadni. Mi nem ígérgetünk, mint ahogy azt az előző önkormányzat tette, hanem végezzük a munkánkat, felújítjuk az önkormányzati tulajdonú lakásokat, és ezt fogjuk tenni a következő hetekben, hónapokban is. A téli napfordulóig, azaz december 21-éig 8282 ember életét követelte Magyarországon a koronavírus járvány. Ezen a szimbolikus napon Erzsébetváros mécses gyújtással tisztelgette az áldozatok emléke előtt, és fejezte ki együttérzését a gyászoló hozzátartozókkal. Dr. Komáromi Zoltán ad részletes információkat a vírus elleni védekezésről.
Ez az idei év úgy fog bevonulni mindenkinek a emlékei és a történelembe az ország szempontjából, hogy ez volt a koronavírus járványnak az éve. Egy olyan betegséggel állunk szembe, ami soha ezelőtt nem volt, olyan tulajdonságai vannak a vírusnak, és olyan tünetek jönnek a megfertőzött betegekbe, amik szokatlanok és teljesen váratlanok. Az elmúlt fél év azért arra már lehetőséget adott, hogy bizonyos törvényszerűségeket kiismertünk, és hogyha ezeket tekintetbe vesszük a védekezésnél, akkor megúszhatjuk, és most azt hiszem ez a legfontosabb, amíg védőoltás nem lesz ez ellen a kórokozó ellen. Az önkormányzatok vannak legközelebb a lakossághoz, és mindenhol a világon az önkormányzatok azok, akik egyfelől bizonyos kereteket tudnak adni a lakossági védekezésnek, mintát és példát mutatnak bizonyos dolgokban, és ők tudnak segítséget adni a szociálisan rászorulóknak, vagy azoknak, akik karanténba kényszerülnek. Az állampolgárok azzal tudnak segíteni egymásnak és az önkormányzatnak, hogy lehetőleg minimalizálják például a bevásárlásukat, hogy inkább a otthonra házhoz szállítást használják, ami azért most már nagyon széles körbe hozzáférhető, hogy mindig, ha kiteszik a lábukat a lakásukból, házukból, akkor legyen náluk 2-3 maszk, és hogyha a maszkkal bármi történik, akkor ne sajnálják kidobni és egy újat fölvenni. Legyen mindenkinél kézfertőtlenítő, és tartsuk be ezeket a társadalmi, szociális távolságra vonatkozó szabályokat. A tömegközlekedési eszközökön is egymásnak inkább hátat fordítva, inkább az ablakon kinézve, de ne tegyük lehetővé, hogy bárki akár akaratlanul is eltüsszenti magát, vagy elkőgi magát, hogy mi megfertőződhessünk. Akit lehet, az dolgozon otthonról, olyan internet technológia van, ami most már nagyon sok munkánál ezt lehetővé teszi, és az épületbe való belépéskor pedig, hogy megnézik mindenkinek a hőmérsékletét, így azért ki lehet szúrni azokat az embereket, akik elindultak otthonról reggel, nem is vették észre, hogy ők betegek, de már hőemelkedésük van. Lehet, hogy köhentenek 2-3-at, de ezt nem mindenki veszi túl komolyan. Viszont, hogyha ez a szűrés eredményes lesz, akkor ezek az emberek már nem mennek be a közösségbe, tehát így meg tudjuk védeni azokat, akik még egészségesek. A másik intézményi védekezési mód a kézfertőtlenítés. Azt hiszem, hogy szokatlan látvány most, már megszoktuk, de tavaly előtt ilyen nem volt, hogy a közhivatalokba, ügyfélszolgálatokon, rendelőintézetekbe, orvosi rendelőkbe, óvodákba, mindenhol falra szerelhető automata vagy kézzel működtethető kézfertőtlenítő folyadékot tartalmazó készülékek vannak. Ennek az az előnye, hogy nem kell hozzá víz és szappan, nem kell hozzá törölköző, hanem ez az alkoholos oldattal, vagy ezzel a zselével, hogyha bekenjük a kezünket, persze arra vigyázva, hogy minden hajlaton, mintha mosnánk kezet, tehát átdörzsöljük vele, majd várunk 15-20 másodpercet, amíg az alkohol elpárolog ebből, és a kezünkön marad egy olyan réteg, amely egy darabig, lehet, hogy fél óráig, egy óráig, de megvéd minket attól, hogy egy vírus ott életben maradjon, és véletlenül a szánkhoz nyúljunk. A maszk is azért jó, mert egyfelől a bejövő levegőt azért csak megszűri valamennyire, mondjuk nem annyira, mint az FFP2-es, FFP3-as maszkok, amit például az egészségügyben használnak, de hogyha ez a maszk egy 50%-át megszűri a bejövő levegőnek, és kifele menet a kivélélegzett levegőt is 50%-ba megszűri, akkor hogyha mindenki hordja a maszkot, akkor valószínűleg csökkenni fog a fertőzések száma.
Amire figyelni kell, ezek a maszkok, ezek egyszer használatosak. 4 óra körülbelül a kihordás idejük, tehát ha valaki elindul reggel otthonról, legalább 2-3 ilyen maszkkal a zsebébe induljon el, és ha érzi már, hogy eltelt a 4 óra, és nedves a masznak az anyaga, akkor vegyük le, hajtsuk úgy össze, hogy a külső réteg legyen belül, tegyük bele egy nájlonzacskóba, és dobjuk ki a szemetesbe, és már is vegyük fel az új maszkot. Ezek az FFP2-es, 3-as maszkok jóval drágábbak ennél, szintén fedik az orr és a szájnyílást, ezek általában 4-6 óráig használhatók, de ezeket is utána veszélyes hulladékként ki kell dobni. Vannak a textil maszkok, itt csak azok az érdekesek, amik 3 rétegűek, mert ott legalább a 3 textil réteg egy kis mechanikai gátat szab a fertőzésnek. Ezeket a maszkokat ki lehet mosni, sőt, ki kell mosni, tehát ezeket is egy napnál tovább használni. Azt jelenti, hogy magamba szívom, mint a szivacs a környezetemben levő vírusokat. Cseppfertőzésnek az időszaka van, mindenki tudja, hogy novemberbe, decemberbe indul az influenza-szerű megbetegedéseknek a szezonja, indul az influenza, ami hál' Istennek most még nem indult el. De ha mindenki használja például a maszkot és a kézfertőtlenítést, akkor lehet, hogy meg is ússzuk az influenza járványt, mivel védőoltásból nem tudunk mindenkinek adni egyelőre, majd csak januárban lesz valószínű influenza védőoltás, de igazából a távolságtartás és a maszk használat és a kézfertőtlenítés nem csak a koronavírus ellen jó, hanem az influenza vírus ellen is jó, és minden olyan nátha vírus és baktérium ellen jó, amelyik cseppfertőzéssel terjed. A legfontosabb a megelőzésben a tesztelés. Amennyiben valaki dolgozni kényszerül, mert olyan a munkaköre, akkor nagyon sok emberrel találkozik, teljesen logikusan őket tesztelni kell, már kellett volna, de most legalább már elindultak ezek a rendszeres tesztelések. Az igazi jó teszt az a PCR teszt, amikor nyálkahártyából, tehát vagy az orr nyálkahártyából, vagy a garat nyálkahártyából egy picit megkaparjuk, tehát nem csak a váladék, hanem kell benne lenni egy-két sejtnek is, és ha ezek a sejtek tartalmazzák a koronavírusnak az örökítő anyagát, akkor ez a PCR vizsgálattal kimutatható. Ez a fertőzés után 3-4 nappal már eredményes lehet. Tavasszal volt egy csomó ilyen egyszerhasználatos teszt, ami egy csepp vérből kimutatta, vagy kimutatta volna az ellenanyagokat. Sajnos ezek 60-70%-ban voltak csak megbízhatóak. Magyarul, ha valakinek pozitív volt a teszt, és utána megcsinálták a PCR-t, nem biztos, hogy az bizonyította. Sőt, hát volt olyan eset is, amikor negatív volt a teszt, és utána a PCR viszont pozitív lett. A mostani tesztek ugyanúgy légúti mintából készülnek, tehát van hozzá egy kis műanyag pálca, a végén egy kis vattafamacs, és ezzel vagy az orrnyálkahártyából, vagy a garatnyálkahártyából kell akkor mintát venni. Van egy kis üvegbe egy folyadék, abba ezt bele kell mosni, ebből a folyadékból kell a gyors tesztre csöppenteni 3 vagy 4 cseppet, attól függ, hogy milyen metódus van. Várni kell 15-20 percet, és már is látszik, hogy van-e IgM ellenanyag a szervezetbe. Ez az úgynevezett korai ellenanyag. A PCR azt mondtam, hogy körülbelül 3-4 nap múlva ad eredményt. Ez az ellenanyag teszt 4-5 nap után ad eredményt. Ez a mostani antigén teszt, ez azért jó, mert széles körben megcsinálható, tehát ezeket a munkahelyi szűréseket az idős ellátásba, az óvodai ellátásba, bölcsődei ellátásba, ügyfélszolgálaton dolgozó kollégák, hetente meg lehet tesztelni, és így ki lehet szűrni azokat, akik tünetmentesek, de fertőzőképesek, és hogyha ezt a lépést meg tudnánk tenni minél hamarabb, minél nagyobb számba, akkor gyakorlatilag le lehetne lassítani azt a terjedést, ami most egyébként gyorsvonati sebességgel emelkedik. Stúdiónk vendége volt Veres Zoltán, önkormányzati képviselő. Megígértem önöknek, hogy az egész ország helyhatósági
frakcióvezetőit, frakcióvezető helyetteseit fölkutatjuk, és mindenkivel gyorsan vagy egy negyed órát, évet értékelünk, hogy tudjuk, hogy hol is állnak, és tiszta képet kapjunk első kézből. Szép jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy megszakította az ünnepet, és bejött hozzánk. Na, milyen volt a karácsony? Köszönöm, hogy itt lehetek. Karácsony az nagyszerű és feltöltő volt. Azt gondolom, hogy ez különös időszak minden ember életében, aki egy picit el tud csendesedni, és a szerettei körében tudja tölteni az ünnepeket, hiszen ez erőt adhat a mindennapokhoz és a következő évhez is. Különösen fontos ez szerintem az idei esztendőben is, hiszen nagyon nehéz, nagyon sűrű és nagyon húzós év van mögöttünk. Nagyon gondterhelt időszak volt ez a lakosságnak, de gondterhelt volt ez a kerületnek is. Én azt gondolom, hogy a karácsony az különös jelentőséggel bírt ebben az időszakban, így egy picit szomorúan is szemléltük azt, ahogy a kerület a korábbi éveknek a hagyományait megszakítva, most egy picit másképpen állt hozzá. Itt arra gondol, hogy évekkel ezelőtt, az elmúlt évek alatt azon ércelődtem, hogy ön a Mikulás, és pártársaival osztották a karácsonyfát, és mondtam, hogy na, megjött a Mikulás, és viszik a karácsonyfát a rászorultaknak, hogy ide nem látta? Kérdésemre válaszolva a polgármester azt mondta, hogy 500 karácsonyfát osztottak ki a rászorultaknak. Önök általában hányat osztottak ki? Van-e valami? Hát ennél sokkal többet osztottunk, hiszen nálunk a kerületi lakóknak kvázi alanyi jogon járt a karácsonyfa. Ez egyébként egy jóléti szolgáltatási csomagunknak. Lehet, hogy azóta meggazdagodott a kerület. Későbbi részeként került bevezetésre, közkívánatra. Tehát a korábbi időszakban a karácsonyfa az nem volt jellemző, az 5. kerületben már folyt egy ilyen gyakorlat, és lakossági igény alapján vezettük be ezt a szolgáltatást, és én láttam a polgármester úrnak a nyilatkozatát itt a televízióban is, illetve az alpolgármester asszonyét, meghallgattam azt, amit az aktuál politikai és az aktuális ügyekről nyilatkoztak. Én egy picit ezt azért másképpen látom. Például hogy? A mi kerületvezetésünk alatt a 65 év felettiek mind kaptak ajándékcsomagot az önkormányzattól. Mindenki részére ezt eljutattuk időbe és karácsony előtt, hogy szebbé tegyük az ünnepet. És a karácsonyfa is egy olyan típusú szolgáltatás volt, amivel az ünnep szépségéhez kívántunk hozzájárulni. Akik tehetősebbek voltak, egyébként valóban volt, hogy elajándékozták ezt a fát másnak, és én azt gondolom, hogy ez inkább... De az is egy nagy micva, hogy lehetőséget adni valakinek, hogy jót tegyen valakivel. Igen, ez a hozzájárulás is egy fontos és egy nagyszerű dolog szerintem, illetve ez üzenettel bírt, hogy figyelünk a lakosságra és gondoskodunk róluk. Én azt látom, hogy az önkormányzat pont azokat csorbítja meg, azokat a szolgáltatásokat, amiket meg kellene tartani, hiszen egy nehéz év után ez különös jelentőséggel. Önöknek volt egy listájuk, és automatikusan mindenkinek küldtek. Ha jól értettem a válaszokból, akkor ezt az automatizmust megszüntették, és közzétették a közösségi oldalon, hogy aki úgy érzi, hogy rá van szorulva, az jelentkezzen. Na, de hát az emberek, hogy is mondjam, nem szégyen az szegénynek lenni, de kellemetlen azt bevallani, és ki az, aki jelentkezni akar egy csomagért, hogyha azt nem automatikusan adják neki. Igen, illetve sokan nem szeretnek kérni. Ezt adománynak, meg könnyör adománynak vették, pedig ez egy kedves gesztus volt a korábbi önkormányzat részéről. Hallottam a nyilatkozatokat, illetve azt a tájékoztatást kaptuk mi is, hogy a Bisici Hanna Homán Szolgáltató Központ, akikkel gondoskodásban állt, azokat megkeresték, tehát eleve már egy szűk kört érintett ez a lehetőség, és őket nyilatkoztatták, hogy szeretnének élni ezzel a lehetőséggel, illetve igénybe akarják-e venni ezt a szolgáltatást, hát nyilván nem mindegy a kérdésnek a feltevése sem. Így aztán nekem úgy tűnik, hogy nagyon sokan kellőképpen meg is sértődtek ezen. Rosszul esett nekik. Hozzánk is számos ilyen megkeresés érkezett, amiben rossz hallásukat fejezték ki, és úgy érzik, hogy az... És ez nem jelenti azt automatikusan, hogy az önök szavazói, vagy a mostani vezetés szavazói egyszerűen rosszul esett nekik. Igen, hiszen korábban is mindenki kapott, illetve én azt gondolom, hogy ez olyan típusú szolgáltatás, és a költségvetés egészét nézve akkora kiadást jelent az önkormányzatnak, hogy ezt nyugodtan lehet vállalni, és ez egy kedves hozzájárulás ahhoz, hogy a kerület lakói jobban érezzék magukat, és érezzék a figyelmet és a törődést.
A beszélgetések folyamán kiderült, hogy az a baja a jelenlegi vezetésnek, hogy az állam nagy pénzmennyiséget vont el tőlük. Itt vissza tudunk kapcsolódni az előző kérdéshez is, és én azt érzékelem, hogy igaz az a mondás, hogy akinek a szerszámos ládájában csak kalapács van, az hajlamos mindent szögnek nézni, vagy aki csak ollóval rendelkezik, az mindent nyesendőnek lát. Én a baloldal részéről azt tapasztalom, hogy folyamatosan mindent az adóemeléssel próbálnak orvosolni. Hát jelen pillanatban nem lehet adót emelni, mostantól számított egy éven keresztül. Tehát szándékok lehetnek, de a törvény kimondja, hogy nem lehet. Igen, de a szándékuk az ez volt, hiszen az adó maximumra felemeltek különböző adónemeket is itt a kerületben is, és a többi kerületvezetés is Budapesten. Én azt gondolom, hogy az ebben az időszakban nem megoldás. Egyébként ami számokat közzétettek az önkormányzatok, például a kerületünket tekintve, ez gondolom a legpesszimistább becslés az idegenforgalmi adó tekintetében, illetve az iparűzési adó tekintetében 800 millió forint nagyságrendre satszolják azt az adókiesést, ami érni fogja az önkormányzatot. Ez az önök számításai szerint mennyire valósak? A gépjárműadó, illetve a közterület használati díj az nagyjából 200 millió forint nagyságrendet ér el, de a felügyeleti díj az például 8 millió forint nagyság lehet. Hát ez nyilván egy pesszimista becslés, és a legrosszabb verziót tárja elénk, hiszen felügyeleti a díjat, illetve az idegenforgalmi adó az összefüggésben van a vendégészakák számával, tehát a bázis évhez hasonlítani nagyon nehéz azt az időszakot, ami előttünk áll, mert ennél jóval kevesebb lesz. És ha azt is nézzük, hogy 2019-ben az önkormányzat kasszájában hagytunk 11 milliárd forintot, akkor egy 27 milliárd forintos költségvetés esetében én azt gondolom, hogy 1-2 milliárd forint hozzájárulást meg lehet tenni a lakosság és a vállalkozói szektor megsegítésére. Értem. Mennyire osztja azt a véleményt, hogy tulajdonképpen ez az esztendő a túlélésnek, a koronavírus legyőzésének kéne, hogy legyen, és még nem a 22-es vállalkozások csörtéje kéne, hogy legyen? Abszolút, egyrészt, mivel ebben az évben vagyunk, de az év utolsó heteiben az ember már a következő évet fürkészi, és terveket sző arra vonatkozóan, hogy hogyan tudja jobbá tenni a családja, a vállalkozása, illetve a szűkebb, tágabb környezetének az életét. Ez fontos, hogy mi is megtegyük, de alapvetően még a jelen lévő előttünk álló problémákra kell koncentrálnunk. Az idei esztendő az valóban a túlélésnek az időszaka volt. Nagyon nehéz év van mögöttünk, és teljesen ismeretlen dolgokkal találtuk szemben magunkat, hiszen tavasszal még nem tudtuk, hogy mi a recept, mi lehet a megoldás, mint az egészségügyi veszélyhelyzetre, mint pedig azokra a problémákra, amik például az önkormányzati szférát érintik. Erre valódi választ, illetve azonnal ható választ senki nem tudott adni. Azt gondolom, hogy az év végén talán a legfontosabb dolog az az, ha már a csörtéket is elkerülni kívánjuk, hogy köszönetet mondjunk azoknak, akik minden szinten helytálltak. A lakosságnak is, az önkormányzati dolgozóknak, a hivatalban, az önkormányzati intézményeiben, de ugyanígy minden helyhatósági vezetőnek is pártállástól függetlenül, hiszen hiszem azt, hogy a saját repertoárjának megfelelően a legjobb megoldást kívánta nyújtani a válság, illetve az egészségügyi veszélyhelyzet kezelésének az érdekében. A veszélyhelyzetben és a válsághelyzetben az bizonyos, hogy össze kell fognunk. Össze kell fogniuk a vezetőknek is, hiszen ha mi nem mutatunk példát a problémák megoldása tekintetében, nem mutatunk nyugalmat és fegyelmezettséget, akkor hogyan várhatjuk el ezt a lakosságtól, illetve a különböző gazdasági szereplőktől, hogy ők is így járjanak el? Ez nem volt mindig jelen. Azt gondolom, hogy ha visszatekintünk az idei évre és annak a nehézségeire, akkor egyrészt köszönetet kell mondani, másrészt pedig azokat a megoldásokat kell keresni, amik segítenek a jelenlegi helyzetben. Meg szerintem megfogni azoknak a kezét és megszorítani, akik szeretteiket elvesztették ebbe a háborúba idáig. Én is. Ezért is nagyon fontos az, amiről az elején beszélhetünk, hogy gesztusokat tegyünk, és kifejezésre Milyen gesztusokat fog az ön pártja tenni a kerületet vezető párttal?
Mi mindenben rendelkezésre állunk, én a magam részéről azt ígérhetem, hogy az idei esztendőben is gyakorlatilag minden döntéshozatali előkészületben részt vettem, jelen voltam, a véleményemnek hangot adtam, a legjobb tudásom szerint. Mennyire figyeltek erre oda? Nem éreztem mindig a véleményünknek a figyelembevételét a döntéshozatalok meghozatala során. Nyilván itt egy világnézeti különbségből is fakadhat ez a dolog. Nekünk az de a minden dolgunk, döntés mögött emberekről van szó. Nekünk az a dolgunk továbbra is, hogy felhívjuk a figyelmet arra, amit véleményünk szerint meg kell tenni, hogy a kerületnek jobb legyen az élete, és az itt élők kényelmesebben tölthessék a mindennapjaikat, akik bajba jutottak, azoknak segítsünk, segítőkezet tudjunk nyújtani, és a mi több évtizedes önkormányzati tapasztalatunkat, ami van Vattamány Zsoltnak, Benedek Zsoltnak, illetve jó magam, amivel rendelkezünk az elmúlt egy-másfél évtizedből, azt a rendelkezésre bocsájtsuk az önkormányzatnak. Mikor várható, hogy ennek a kerületnek is lesz költségvetése? Februárig mindenképpen el kell fogadni a következő költségvetést. Tehát februárban azt ki kell hirdetni, alá kell írni a polgármester úrnak. Én bízom abban, hogy azt már testületi körben tudjuk meghozni. Az bizonyos, hogy ahogy a tavalyi évben is megtettük, most is át fogjuk vizsgálni, és azokat a javaslatainkat megtesszük, amit szükségesnek tartunk. Magam és kollégáim nevében boldog, és ami most talán a legfontosabb, egészségben gazdag új esztendőt kívánok. 2021-ben is várjuk Önöket, hiszen a nap 24 órájában jelentkezünk műsorainkkal az új évben is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!